Na srácok, sziasztok! Itt lennék a legújabb videómmal. Ma összegyűjtöttem nektek pár nagyon pervers képet, amire, hogyha először ránéztek, 100% hogy félreértitek, hogy mit rejt a kép. De azért vannak köztük olyan képek is, amiket így másodszor megnézek, és még akkor is nagyon félreérthető. Ezt a videót leginkább 18 éven felülieknek ajánlanám, hiszen első ránézésre lehet, hogy nemi szerveket fogsz látni, közben nem az van a képen, higgyétek el. Szóval én nem is szaporítanám tovább a szót, azt mondom nektek, hogy nézzük meg az első félreérthető képet. Az első képen közre fog működni nekünk egy idősebb úr, illetve egy kutya. A probléma csak annyi, hogy az idősebb úr felmesszenül van, és éppen így picit terpeszkedik, a kutyának a füle pedig oda nyúlik, de azt mondom, hogy ezt nem lehet körülírni, ezt látni kell. Szóval nézzétek meg, itt van a kép. Most mondjátok azt, hogy első ránézésre ti nem arra gondoltatok, hogy az egy fasz. Igazából még úgy a szín is stimmel, tehát a kutya is pont ilyen bőrszínű, nagyjából inkább egy picit barnás, de nagyon könnyen összetévezhető. Tehát, hogyha egy ember meglátja ezt a képet, biztos, hogy először arra gondol, hogy ez egy mesztelen kép. Viszont, hogyha jobban megnézze, akkor rájön, hogy nem az. És ugye azért is nagyon félreérthető, mert az úrnak a két keze ott van a kutya fülénél, és így hát lehet arra következtetni első ránézésből, hogy tutuigatja a Jancsit. A következő képen két hölgy lesz a főszereplő, és így elsőre ránéztek a képre, akkor biztos azt hiszitek, hogy ez egy mesztelen fotó egy lányról, viszont, hogyha jobban megnézitek, akkor megint kiderül, hogy bizony nem az. Szóval, gyerekek, itt is van a kép, hát szerintem első ránézésre mindenki félreérteni. Viszont, hogyha jobban megnézitek, akkor látszik, hogy bizony egy bikinis lány van, és előtte pedig egy valószínűleg barátnője, akinek a hónalja belelóg a képbe, viszont pont a másik lánynak az alsó fertájánál, és így nagyon könnyen azt lehet hinni, hogy a rózsaszín bikinis hölgyön nem éppen van bugyogó, bocsánat, bikini. Amúgy esküszöm, így elgondolkodom, hogy ezeket direkt csinálják, vagy véletlenül, mert szerintem egy része biztos direkt van, egy másik rész pedig tudja, hogy véletlen jön össze ilyen balfasz kép, tehát hogy ennyire félreérthető. A következő képen egy anyuka és egy babája lesz a képen, és ami nagyon érdekesség, hogy első ránézésre azt fogjátok hinni, hogy a anyukának fütyköse van. Közben reméljük, hogy nincs neki. Itt is láthatjátok a képet. Ahogy láthatjátok, az anyukán fekszik a kisbaba egy kis pléddel letakarva, és a babának olyan pici a két lába, hogy simán félreérthető, hogy mi van ott. Főleg úgy, hogy úgy tartja a lábát, hogy hasonlít egy férfi nemi szervre, és így első ránézésre az ember biztos, hogy nem arra gondol, hogy ez a kisbabának a két lába. Közben pedig, hogyha jobban megnézik, akkor egyértelműen ki lehet venni a képből, hogy bizony, az két kis láb. Például szerintem ez a kép full véletlenül készült ilyenre, tehát kétlem, hogy ebbe bármiféle szándékosság lett volna, ezt mindössze a véletlen hozta össze, szerintem. De nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, szóval írjátok le kommentbe, hogy szerintetek ez a anyukás és babás kép full véletlen, vagy teljes mértékben direkt csinálták. Ugorjunk is a következő képünkre. A következő kép, hogy mondjam, viccesnek vicces, de mégse vicces. Tehát alapvetően én teljes mértékben elítélem a pedofíliát, és ez első ránézésre pedofíliának tűnik, de aztán rájövünk, hogy egyáltalán de nem az. A képen három kislány szerepel, illetve egy bácsi oldalról, és első ránézésre azt fogjátok hinni, hogy a bácsinak áll a kukkere a kislányokra, közben pedig nem így van, hanem egy negyedik kislány a főszereplő. Nézzétek meg a képet, gyerekek, ott látható a három kislány egy kis tónál, illetve egy bácsi belelóg oldalról, és egy kislánynak a keze is belelóg, csak hát pont a bácsinak az alsó tájékán, és így eléggé félreérthető, hogy egy álló faszt láttok a képen, viszont megnyugtatok mindenkit, hogy ez nem az. Hogyha ez mondjuk tényleg így lenne, akkor az rendesen cink lenne. Főleg úgy, hogyha megnézitek, mindhárom kislány mosolyog a képen, tehát hogyha ez a kép nem lenne úgymond egy optikai csalódás, akkor ez nagyon cink lenne, ahogy már előbb is mondtam. A következő képünkön nem lesz ember szereplő. Szóval itt egy hídnak a korlátját csinálták meg nagyon félreérthetően, hiszen, hogyha besüt rajta a nap, akkor bizony péniszeket vetít az a betonra. Ami nem biztos, hogy a legjobb turista látványosság, habár nem tudom, hogy ez melyik országban van így. Lessük is meg, itt is van a kép, gyerekek, hogy láthatjátok, legalább egy olyan 10-15 péniszt vetít ennek a hídnak a korlátja a betonra, hiszen úgy süt rá a nap, hogy ez a kép jön ki. És hát az a helyzet, hogy ehhez tényleg nem kell piszkos fantázia, hogy félreértsd, mert ezt nem lehet félreérteni, tehát ezek itt tényleg faszok.
Tehát konkrétan ugyanaz a forma, nem akarom tovább részletezni, tehát szerintem ezt mindenki levágja. És srácok, el is érkeztünk a mai utolsó képünkhöz. Ez a kép nem lesz annyira perverz, mint az előző pár kép. Ez inkább tényleg nevetséges lesz. Nem is nagyon tudom ezt felkonferálni, tehát nézzük meg a képet. Itt láthatjátok, ahogy egy pultos éppen kiszolgálja a vendégét, egy férfi pultos, és hát úgy tűnik, mintha női lába lenne, és szoknyát hordana. Egy picit én is elgondolkodtam, hogy ez most így what the fuck. Aztán rájöttem, hogy úgy alakították ki ezt a pultot, hogy alul nem belátsz a pultoshoz, hanem egy tükör van ott. Magyarul itt nem a férfinak van női lába, hanem egy nő kért egy italt, és ugye a tükör miatt az ő lábát láthatjuk. Viszont csak pont úgy néz ki, meg a pultos is pont úgy áll, mintha az ő saját lába lenne. Esküszöm, hogy ezen a képen rohadtul besírtam, amikor rájöttem, hogy mi úgymond a megfejtés. És ez pont egy jó pillanatban elkapott fotó, mert hogyha a pultos már egy picit arrébb áll, akkor nem lett volna annyira élethű az egész, így pedig pont úgy tűnik, mintha a saját lába lenne. Na srácok, nagyon remélem, hogy bejött ez a videó is nektek, írjátok le mindenféleképpen kommentbe, hogy szerintetek melyik kép volt ezek közül a legviccesebb, legperverzebb, illetve hogy melyik tetszett nektek a legjobban. Hogyha szeretnétek még hasonló videót látni, akkor nyomjátok meg a like gombot mindenféleképpen, és nyugodtan oszd meg a barátaiddal is ezt a videót, hogy teszteld őket, hogy mennyire perverzek. És ha még nem követsz, iratkozz fel a csatornámra, a következő videóban találkozunk, én Dazis voltam, jók legyetek, csá-csá!